Üdvözd légy kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, szent királyok között drága látos gyöngy, csillagok közt fényességes csillag. Ezekkel kezdődik az ének Szent László királyról, minden magyarok nagy méltóság uralkodójáról. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő győriek! Szent László a magyar államiság 1100 éves történelmének egyik legkiemelkedő alakja. Fiatal korában első Géza oldalát részt vett Salamon király elleni küzdelmekben. A harcok eredményeként 1074-ben, a Mogyoródi csata után, amikor első Géza megszerezte a magyar trón, Lászlót herceggé nevezte ki. Első Géza 1077-ben bekövetkezett váratlan halála után őt választották királlyá. Erősen keresztény hitű, bátor, harcias király volt. Az ő uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket, Gellért püspököt, első Istvánt, Szent Imrét, András és Benedek remetéket. Őt magát 1192-ben avatták szenté. 1106-ban Váradon helyezték örök nyugalomra véglegesen az ő általa alapított régi székesegyházban, mely akkor a Nagyváradi várban volt. Mai napig a nagyváradiak Nagy Szent László ünnepségeket tartanak minden évben a húsvét utáni 5. vasárnapon a váradi székesegyházban. Ekkor László király mellszobrát kiállítják a székesegyház főoltárára. A szertartás után megtekinthető az a szekerce, ereklye tartó, mely Szent László koponya csontját tartalmazza. Sok zarándokló rója le ilyenkor tiszteletét a szentként tisztelt király előtt. De Nagyvárad mellett Győrnek, szűkebb hazának is nagy múltra tekint vissza a Szent László iránti kultusza, ragaszkodása. Bazilikánk egyik legjelentősebb kincse a Szent László herma, amely keresztény magyar hazánk kiemelt ereklyéje, akár a Szent Korona és a Szent Jobb. Győr megyei jogú város közgyűlése dr. Csizmadia László főiskolai tanár egyetemi oktató részére a felsőfokú idegenforgalmi képzés megteremtésében vállalt úttörő szerepe, valamint Győr város idegenforgalmának fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Szent László érem díjat adományoz. Restaurátori munkája elismeréseként Szent László érem díjat adományoz. Győr megyei jogú város közgyűlése Iczés János evangélikus püspök részére kiemelkedő egyházszervező tevékenysége, valamint a közösséget szolgáló példaértékű munkássága elismeréseként Szent László érem díjat adományoz. Díszőrök, vigyázz! Hátra! Ott! Díszőrök, pihenj!
Szent László királyunkat is csak úgy van jogunk ünnepelni, a tanúságtételét, tanítását, magatartását, a nemzetért, a rábízottakért vállalt felelős magatartását őszintén követni akarjuk. Szent László királyunk nem csupán erekéje által emlékként egy letűnt kor megmaradt szép hősies emlékeként legyen jelen közöttünk, hanem váljon igazán megújító eszményképpé lelkeinkben. Szent László királyunk azért nagy kincsünk, azt hiszem, mert élete és munkája a nemzet jövője érdekében egyetlen irányban mutat, Krisztus felé. Elindult egy úton, de nem csak elindult ezen az úton, hanem előre ment, igazi vezérként, igazi királyként nem előre küldte népét, hanem mondhatjuk így egész élete példájával azt üzeni nekünk, utánam. Társunk lett, hiszen jól tudta, és nekünk is tudnunk kell, hogy egyedül elvérzünk, nem bírunk a velünk szembe rohanó és a minket eltaposással, eltiprással fenyegető tömeggel.